Üdvözlök mindenkit, nagyon szép napot kívánok innen a Dóphitel irodájából, és úgy döntöttem, hogy mivel már elég hosszú ideje a hitelügyintézés vizei nevezek, emiatt elkezdek egy olyan videósorozatot, ahol olyan dolgokkal foglalkozom, amik a hitelügyintézése közben problémát, nehézséget, vagy éppen könnyebbséget okozhatnak. Tehát próbálok nektek így is segítséget nyújtani, illetve bizonyos jelenségeket bemutatni, amikre érdemes odafigyelni. Továbbá, amennyiben van kérdésetek, akkor azt a kommentekben megírhatjátok, és igyekszem őket megválaszolni majd. Lájkolhatjátok itt a Facebookon a Dóphitel oldalát, a gyors hitel oldalát, és a honlapunk az pedig a www.dophitel.hu. A mai témánk az nem más, mint hogy hogyan szúrt ki a szélhámost. Itt a szélhámos alatt a szélhámos hitelügyintézőre gondolok. Mi nagyon sok ügyféllel beszélgetünk nap, mint nap, és rengetegszer találkozunk olyan esetekkel, amikor gyanútlan emberek szélhámosok áldozataivá válnak egy hitelügyintézésnek a során. Ezen szélhámosságon belül újabban felütötte magát egy új műfaj, amivel a srácok igyekeznek megfosztani a pénztől a gyanútlan embereket. Ez sajnos egyébként főképp idősebb, naívabb embereket érint, olyanokat, akik nem feltétlenül körültekintőek pénz- vagy hitelügyekben. Mi ez a jelenség? Főképp itt a Facebookon dívik, messenger üzenetek formájában fordul elő elsősorban, illetve például nekünk van egy hirdetésünk, dóphiteles, gyorshiteles hirdetés, és az alatt pedig komment formájában történik általában. Ezek a messenger üzenetek, illetve kommentek egyébként nem élő személyektől jönnek, tehát erre is érdemes odafigyelni, általában valamilyen külföldi néven jegyzett profiltól vannak, és sokszor már a komment olvasásakor lehet azt látni, hogy ez valamiféle tükörfordítással készült szöveg, ami szokott tartalmazni egy e-mail címet, illetve a sikeres ügyintézésre való utalást. A messengerben pedig egyfajta megkeresés történik. Hogy működik ez a dolog? Mire érdemes odafigyelni? A működés az úgy van, hogy a gyanútlan ügyfelet elkezdik beetetni. Általában rendkívül kedvezményes hitellel kecsegtetnek, amit nem Magyar Kereskedelmi Bank vagy Pénzügyi ZRT ad, illetve nyújt, hanem valamiféle külföldi bank. Ez lehet francia, spanyol, mostában leginkább ezeket tolják. Bedobják a csalit, ez általában egy kedvezményes, nagy összegű hitel, amit minimális törlesztővel kell visszafizetni a lehető legkedvezményesebb idő alatt, de mikor látszik az érdeklődés, akkor jön a feltétel. Képzeljétek el, egyébként nagyon sokan áldozatul esnek ilyenek, tehát nagyon sokakkal találkoztam, azért beszélek erről. Tehát általában valamiféle összeg átutalásához kötik azt, hogy ezt a kedvezményes hitelt, amit valamelyik Európai Uniós állam pénzügyminisztériuma támogat, valamiféle összeg átutalásához kötik azt, hogy ezt a hitelt megkapt. Ezt is onnan tudom, hogy hozzánk már jöttek ide ügyfelek, akik azért akartak pénzt fölvenni, hogy ezt az összeget át tudják utalni azoknak a személyeknek, akik hitelügyintézőként lépnek föl. E-mailben szinte ugyanezt történik,
Amire nagyon kell figyelni, és azért kérem, hogy osszátok meg a videót, vagy meséljétek el idősebb rokonaitoknak, esetleg ismerőseiteknek, vagy olyanoknak, akik naivabbak, megvezethetőbbek, hogy ha bármire előre pénzt akarnak elkérni ilyesmire, hogy utalját pénzt, hogy hitelt kaphass, véletlenül se. Ez ilyen 800 euró, 1000 euró közti összeg szokott lenni, nem szabad, tilos. Azért te pénzt utalj, hogy utána kapj egy hitelt, ez ilyen nincs. Tehát ez tuti, hogy célhámosság van a dologban. Ha hitelt szeretnél kapni, akkor kell rendelkezned munkaviszonnyal, adott esetben ingatlan fedezettel, jó, ha nem vagy a bárlistán, mert akkor csak kiváltásos hitelhez juthatsz, illetve jelzálog fedezettel válthatsz ki. Passzív bárlista esetén vannak, akik finanszíroznak a magyar bankok közül, de pénzt előre ilyenért sem utólag, tehát azért, hogy te megkapd a hitelt, senki nem kér el. A másik, amit még ilyen e-mailesek szoktak csinálni, azt magyarok is csinálhatják, hogy hozzácsatolják magukat valamilyen hitelügyintézőnek a reklámkampányához, és elkezdik hitegetni az embereket a hitelügyintézésnek a lehetőségével, illetve a sikeres végkimenetellel, és ez úgy zajlik, hogy ilyenkor előre el szoktak kérni pénzt. Ha ezt magyarok csinálják, akkor ők nem túl sok pénzt kérnek el, milyen 30-40 ezer forint körüli összegeket, ami nem túl nagy ahhoz, hogy ne utalják át őket nekik, és utána általában el is tűnnek. Szóval, ha ilyen e-mailes megkeresést kaptok, ezekre nem szabad reflektálni. Ha egy hitelügyintéző előre pénzt kér el tőled azért, hogy beadja ügyedet, az se lesz általában működőképes. Mert nem ez a üzletmenet. Aki előre kér el bármilyen pénzt, az nagy valószínűséggel szélhámos. És hogyha meg külföldi hitellel hitegetnek, az is szélhámos. És még olyat is láttam, hogy egy bácsi olyanra akart fölvenni pénzt, hogy a dél-afrikai nagykövetségről hívták, hogy valami csomagot kapott, és ennek a kiváltására kellett neki 800 euró vagy 1000 euró, és ezért akart hitelt fölvenni. Hát ilyenkor mi mindig elmondjuk az ügyfeleknek, hogy itt jelen esetben valamiféle szélhámosságról van szó, és nagyon oda kell figyelni. Ilyen módon tudod kiszúrni a szélhámost, általában sose személyesen közelít, hanem e-mailben, messenger üzenetben, vagy talán valamiféle telefonos hívással, de ez sem jellemző. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. Remélem, hogy segítettem ezzel sokaknak, és ha bármi nemű kérdés van hitellel kapcsolatban, akkor kommentben föl tudjátok tenni, illetve majd levelet is lehet írni a Dobhitel Facebook oldalára, privátba, vagy van egy csoportunk, a hitel aktív és passzív bárlistásoknak a Dobhitel Facebook oldal alatt van ez a csoport, oda is érdemes csatlakozni, és akkor ott lehet érdeklődni, ha bármire kíváncsiak vagytok hitelügyben. Köszönöm szépen a figyelmeteket! További szépet, jót, sziasztok!